Származása György Vitéz, elvetődött egyszer Líbia provincia Sziléna nevű városába. A város mellett volt egy tenger nagy tó, abban lakott egy dögletes sárkány. Gyakran megfutamította a népet, mely fegyvert ragadott ellene, és a város falaira felhágva leheletével mindenkit megmérgezett. Hogy haragját csillapítsák, a polgárok kénytelen kelletlen két jót adtak neki naponta, különben a város falaira rontott és úgy megfertőzte a levegőt, hogy nagyon sokan belehaltak. Amikor a juhok már fogytán voltak, és többet szerezni sem tudtak, úgy határoztak, hogy a juhok mellé egy-egy embert adnak. Sorsot vetettek hát az összes fiú és leányom, és a sors nem tett kivételt. Mikor már majdnem minden ifjút és hajadont fölfalt a szörnyetek, a sors választása a király egyetlen leányára esett, őt ítélve a sárkánynak. A király kétségbe esve imádkozott. Vigyétek aranyomat, ezüstömet, s a fele királyságomat, csak a leányomat hagyjátok meg nekem. Ne így kelljen elpusztulnia. A nép felzúdult. Ó, király, te magad hoztad ezt a törvényt, s most, amikor a mi gyermekeink már mind elpusztultak, meg akarnád váltani a magadét? A leányodon nem teljesíted be azt, amit másoknak elrendeltél, rád gyújtjuk a házat. A király ezt hallván siratni kezdte a leányát. Jaj, nekem édes lányom! Mit csináljak vele? Mit mondjak? Hát sosem érem meg a mennyegződet. A néphez fordulva pedig azt mondta. Könyörgök. Könyörgök, csak 8 nap haladékot adjatok, hogy elsirathassam leányomat. A nép beleegyezett, de a 8 nap elteltével dühötten visszatértek mondván. Miért veszélyted el népedet leányod miatt? Ím a sárkány leheletétől mindnyájan elpusztulunk. A király látván, hogy leányát nem tudja megmenteni, királyi ruhába öltöztette. Könnyek közt átölelte, s így szólt. Jaj, nekem édes lányom! Azt hittem, hogy királyi öletben gyermekeket ringatsz, most elmégy, hogy fölfaljon a sárkány. Jaj, nekem édes lányom! Azt reméltem, hogy menyegződre fejedelmeket hívok meg, a palotát drága kövekkel ékesítem, dobokat s orgonát hallgatunk, s most mégy, hogy fölfaljon a sárkány. Megcsókolta, és elbocsátotta őt mondván. Leány, bár csak előtted haltam volna meg, hogy sem így veszítselek el. Ekkor a leány atyalábaihoz borult, és áldását kérte. Miután atya könnyek közt megáldotta, elindult a tóhoz. Szent Györgyöt véletlenül éppen arra vitte az útja. Meglátta a síró leány, és megkérdezte, miért búcsú. Azt felelte, jó ifjú, ülj fel gyorsan a lovadra, és menekülj, nehogy velem együtt pusztuljál, György, így szólt. Ne félj, leány. De áruld el, mire vársz itt a nagy sokasság szemei előtt? Így a leány. Úgy látom, jó ifjú, nem es a szíved. De miért akarsz meghalni vele? Fuss, fuss, minél gyorsabban. György erre. Én ugyan egy tapottat sem mozdulok, míg el nem mondod, mi a bánatod. Amikor mindent elmesélt, György így szólt. Ne félj. Ne félj, te leány. Krisztus nevében megsegítelek. A leány. Jó vitéz, inkább magad mentsd, hogy el ne pusztulj velem együtt. Elég, ha magam halok meg, hisz megmenteni úgysem tudsz. Csak te is elvesznél én velem. Amíg így beszélgettek, hát jött a sárkány, kidugva a fejét a vízből. Ekkor a leány reszketve így kiáltott. Fuss, jó uram! Fuss, de gyorsan! György erre lóra pattant, keresztet vetett, és vakmerően a közelgő sárkányra rontott. Láncsáját nagy erővel megforgatta, s magát Istennek ajánlva a sárkányt súlyosan megsebesítette, és a földre terítette. Azt mondta egy kolalánynak. Vesd övedett tüstént a sárkány nyakába, leányom. Az meg is tette, mire a sárkány követte őt, mint valami szerint, hogy a város felé vezette, a nép pedig a hegyek barlangjaiba menekült előbb, mondván, jaj, nekünk!
Mindnyájan elveszünk! Mire Szent György intett nekik, s így szólt. Ne féljed! Azért küldött engem az Úr, hogy a sárkány fenyegetésétől megszabadítsalak benneteket. Higgyetek Krisztusban, keresztelkedjetek meg mindnyájan, s már is megölöm a sárkányt. Ekkor a király egész népével együtt felvette a keresztséget, Szent György pedig kardot rántva megölte a sárkányt, és megparancsolta, hogy vigyék ki a városból. Négy pár ökör vontatta ki egy nagy rétre, azon a napon a gyermekeket és az asszonyokat nem számítva 20 000-en keresztelgettek meg. A király Szűz Mária és Szent György tiszteletére egy hatalmas templomot alapított. Oltárán bővízű forrás fakadt, mely minden beteget meggyógyít, aki csak iszik belőle. Szent Györgynek pedig mérhetetlen sok pénzt adott, de ő nem akarta elfogadni, mire szétosztotta a szegények között. Ezután Szent György 4 dolgot kötött röviden a király lelkére, hogy tudnilik gondoskodjék Isten templomairól, tisztelje a papokat, buzgón hallgasson misét, és ne feledkezzék meg a szegényekről. Majd megcsókolta a királyt, és eltávozott. Thank you.